jól van, és akkor tartsak, és mondd neki, hogy kered. Kered! Fiatal fiú parancsolt rá a rendőrkutyára, hogy kezdje el felkutatni az előre elrejtett kábítószert. A rendőrkutyák bemutatója az egyik leglátványosabb eleme volt a szombaton megtartott Tolna megyei polgárőrnapnak. A rendezvénynek Bogyiszló adott otthont, nem véletlenül, hiszen a település polgármestere a 90-es években alapító tagja volt a helyi polgárőr egyesületnek. Akkor a polgárőrök saját erőforrásokkal, tehát saját autóval adtak szolgálatot. És hát ilyen klasszikus, meg mások sokan elmentek közülük, biciklivel, mindenhogyan figyeltünk. Azóta sokat változott a világ és a polgárőrök helyzete is. Az Országos Szövetséget éppen 30 éve alapították. Akkoriban jellemző volt, hogy a polgárőrök például a saját autóikkal láttak el szolgálatot, és állami támogatást sem igazán kaptak. Mostanra viszont ez teljesen másként megy, hiszen 2012-ben az Országos Polgárőr Szövetség stratégiai partnerséget kötött a kormánnyal. Tényleg felfuttatták a polgárőrséget és ellátták a működéshez szükséges forrásokkal, technikai eszközökkel és rendészeti támogatással. Részben emiatt is vállalnak egyre többen önkéntes szolgálatot, csak idén eddig az országban 1500 új taggal bővült az Országos Szövetség. A polgárőrök a rendőrséggel együttműködve látnak el feladatokat. Tolna megye rendőrfőkapitánya szerint a tevékenységük nagyban hozzájárul ahhoz, hogy idehaza folyamatosan javulnak a bűnügyi statisztikák. Nem tudjuk már egymás nélkül azokat a feladatokat ellátni, ami a rendőrségre, illetve a polgárőrségre hárul. Megosztjuk a feladatokat, kisegítjük egymást, és ezáltal tudjuk garantálni a feladatok maximális és eredményes végrehajtását. A megyei polgárőr napon a szokásokhoz hűen díjakat is átadtak azoknak az egyesületi tagoknak, akik kiemelkedő munkát végeztek az elmúlt időszakban.